Dr. Schnell Zsuzsanna, adjunktus. A kiváló oktatódíj átadására is sor került a tanévnyitó ünnepségen a Pécsi Egyetem Kultúratudományi Pedagógus Képző és Vidékfejlesztési Karán. Az eseményen az első évesek is letették esküjüket, akiket a vezetőség köszöntött. A Baranya megyei önkormányzat elnöke szintén jó kívánságait tolmácsolta a fiataloknak. Őri László elmondta, a következő évek egyik fontos célkitűzése a kapcsolatépítés. Én azt kívánom, hogy a következő években a tanulás meg a szórakozás mellett legyen elég figyelmük arra, hogy kialakítsák azokat a baráti kapcsolatokat egymással a csoporton az évfolyamon belül, amelyek, higgyék el fogják önöket kísérni a teljes életpályájukon. A köszöntők is az ünnepélyes eskütétel mellett egy másik fontos esemény is zajlott az épületben. Az évnyitó abban az aulában kapott helyet, melyet most a kar egykori oktatójáról neveztek el. Dr. Koltai Dénes több szempontból is kiemelkedő szerepet töltött be az intézmény életében. Koltai Dénes a kar alapító, aki 2005-ben jogelőtt karunkat megalapította, és azóta ez a kar él erősödik Koltai Dénes hagyatékát is tovább építve. Ez a kar sok árnyalatú paletta, rendkívül sokféle képzéssel, sokféle kutatási irányjal, sok érdeklődési körrel, és nagyon sok lehetséges programmal kapcsolattal, és ezt a sok árnyalatúságot próbáljuk megőrizni. Emellett Koltai Dénes kiváló tanár és kutató is volt, aki a nemzetközi szintéren is ismert. Ráemlékezve is csendültek fel a dallamok az évnyitó ünnepségen.